Nem maradj le a legújabb Akondok rész a Stamps limitált gyűjtői kiadásáról. Nagyon messziről kell kezdeni, hogyha arra akarok válaszolni, hogy hogy kerültem én egyáltalán kapcsolatba ezzel a műfajjal, és egyáltalán a számítógéppel, meg a számítógép grafikával. Gyerekkoromban nekem három szerelmem volt, amiből kettő aztán egyé vált, a zene és az irodalom, ezen kívül pedig a képzőművészet volt, és amikor én az általános befejeztem, akkor én szerettem volna képzőművészeti gimnáziumba jelentkezni. Az nem jött össze, be se adtam végül is a jelentkezésem, de akkoriban engem már inkább a zene jobban foglalkoztatott, amatőr zenészként saját zenekar, mint akkoriban a 60-as évek közepén mindenhol a világon mindenkinek és az irodalom, amit mindig szerettem, és verseket írtam, sőt jelentek is meg verseim, az azt eredményezte, hogy én az életem arra tettem föl, hogy én zenélni fogok, és dalszövegeket fogok írni. És mint dalszövegíró, a Taurus 72-ben volt az enyém, az volt nekem a mélyvíz, ott kezdődött a pályám, utána a piramis, utána a korál, tehát tulajdonképpen a rockzene volt az, amit én nagyon szerettem, és azt hiszem, hogy fiatal emberként én rögtön a csúcson kezdtem, mert a legnépszerűbb zenekarokká váltak ebben a műfajban azok, akikkel együtt dolgoztunk. Viszont 85 környékén nagyjából ez a rockzene, mint műfaj, elkezdett Iszonyatosan gyorsan veszíteni a népszerűségéből, és tulajdonképpen az összes magyar rockzenekar akkoriban, ugye 80-as évek közepén leállt, vagy feloszlott, vagy csak leállt, és egyszer csak nem volt munkám. Valamit kellett kezdeni a dologgal, én azt hittem, hogy. Mert akkor lett volna nekem szövegírói feladatom bőven, csak azok a műfajok, amiket akkor nagyon erőltettek, amik akkor nagyon népszerűek voltak, ezek a nagyon habkönnyű, egyszer fogyasztható tánczenék megint csak, ami ellen tulajdonképpen annak idén az egész rockzene, a beatzene, a rockzene föllépett és kialakult és, és népszerűvé vált, azt tért vissza egy másik formában. Jöttek a diszkók, és jöttek ezek a, ezek a eldobható slágerek, ilyen, ilyen egynyári slágerek dömpingje, és nekem ez nem volt gyomrom. És közben, amikor még, még én a szövegírásból éltem, akkor egyszer találkoztam egy, azt hiszem az Interpress magazinban volt egy nagyon nagy cikk sok képpel egy francia társaságról, akik ilyen mérnöki precizitással megkomponált portrékarikatúrákat festettek, ami akkoriban nagyon újszerű volt, és megdöbbentően látványosak voltak. Igazából, hogyha az ember nem figyelmesen nézte, akkor észesen vette esetleg, hogy az karikatúra, mert, mert valami egészen fantasztikusan életű portrék voltak. És akkor nekem eszembe jutott, hogy én megpróbálom, hogy nekem megy ez. És elkezdtem ilyen portrékarikatúrákat festeni, amik elég jól sikerültek, volt egy nemzetközi ilyen karikatúra kiállítás, illetve pályázat, aminek a, a nyertes műveit a Nemzeti Galériában állították ki közel egy hónapig. Nekem négy képem is ott volt a falon, és akkor én azt mondtam, hogy kicsit elszégyeltem magam, hogy komoly képzőművészek, akik egy életet leélnek. És soha az életbe el nem tudnak jutni odáig, hogy akár egyetlen képük is a magyar nemzeti kalériában ki legyen állítva. Nekem pedig, aki Hályok kovács módjára, dilettáns módon csak úgy kipróbáltam valamit, négy is van. Egyrészt kicsit elszégyeltem magam, másrészt pedig azt mondtam, hogy tulajdonképpen én ki akartam próbálni, hogy ezt én tudom-e. Most itt a bizonyíték, hogy tudom, tehát többet nem kell vele foglalkozni. Soha többet nem is festettem, nem is rajzoltam egy vonalat se. Viszont amikor a szövegírást én úgy gondoltam, hogy abba hagytam, mert annak a korszaknak vége, és egy szerelem lezárult, akkor én úgy gondoltam, hogy az örökre így fog maradni, és akkor körül kellett néznem, hogy és vajon mi az, amit én nekem most csinálnom kellene, mert egyrészt valamiből meg kell érni, másrészt valamit kell csinálni, mert és valami kreatívot szerettem volna, és legnagyobb megdöbbenésemre egyszer a révíró Tamás, aki korábban nekem már jó barátom volt, és ő oda került a Novotréthez, és egy ilyen számítógépes játékfejlesztő ö, 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 csoportot ö, vezetett. <hül> egyszer csak megkérdezte, hogy nincs-e kedvem nekem számítógépes grafikákat csinálni mert ő látta ezeket a festményeimet, illetve képeimet, amiket ő készítettem, mutattam neki, és ő emlékezett rá, és azt mondta, hogy gyere, próbáld meg. Mondom, hát én nem értek hozzá, mert ő kompjúterhez sem értek, kompjúter grafikához meg aztán pláne nem értek, Fogalmam nincs, hogy az micsoda. Azt mondja, de értesz hozzá. Mondom, de nem értek hozzá, de azt mondja, de, de értesz hozzá. <laughs> van kedved kipróbálni? Mondom, van. És akkor elmentem a, a, srácokat megismerve ott a Novotrédben. Kiderült, hogy ez egy teljesen laza, nagyon jó fej társaság, és azonnal jól éreztem magam közöttük, azonnal barátok lettünk. És ő ott is rögtön bedobtak a mély vízbe, hogy éppen egy ilyen angol-amerikai megrendelésre fejlesztenek egy játékot, ami nagyon érdekes volt, mert ő, ugye a lényegét, hogy tulajdonképpen mi legyen ennek az alapötlete, az kintről származik, de teljesen saját mi fejlesztésünk volt. Mi találtuk ki, hogy milyen sportágak legyenek. az alternatív olimpiáról, az alternatív World Games-ről beszélünk, aminek az volt a lényege, hogy különböző a világ különböző pontjain, különböző nevezetességek előtt, különböző városokban nem létező, vagy vagy extrém, vagy esetleg ilyen lokális, helyi népi sportokból állítottunk össze egy csokrot, mint egy ilyen alternatív olimpiai játékokat. Például a Velencében a, a sóhajok hídjánál a, a csatornában, gondolában, párnacsata, Rómában a Kolosszéum előtt csizmadobálás, Veronában Júlia háza előtt a híres nevezetes Erkei mellett ilyen póznamászás és, és, és ilyen teljesen elvadult ötletek voltak, amikből elkészítettük ezt a játékot, és nekem a hátterek megrajzolása volt a feladatom. És nagyon nagy kedvel láttam hozzá, és akkor elkezdtem rácsodálkozni erre az egész, egész műfajra, magára a kompjúterre, arra, hogy hogyan lehet megjeleníteni különböző színes pontokból összerakott képeket. És az történt, hogy ugyanaz történt, mint a szövegírásnál, hogy a mély vízbe kerülve. Egyszer csak elkezdtem én ebben lubickolni ebben a mély vízben, mert egy csomó új lehetőség és egy nagyon kreatív feladat volt. És egyáltalán föl kellett fedeznem még mindent. Az alapoktól kezdve kellett megtanulnom. És ráadásul nem is volt ez olyan egyszerű, mert akkoriban még rengetegféle számítógép volt. A Commodore 64-től kezdve, a spektrumon keresztül, az Atari-n keresztül, az Amigáig, és lehet, hogy még felejtek is, ki legalább 6-7 féle platformra kellett ezeket a játékokat megírni ami a programozóknak is nehéz feladat volt, de a grafikusoknak is, mert mindegyik gép az, az másfajta módon kezelte a színeket, az egyiknél nyolc színből lehetett összesen gazdálkodni, a másiknál 16-ból volt, ahol már 32-ből és az sem volt mindegy, hogy pixelenként, tehát képpontonként lehetett a színeket váltani, vagy, vagy csak bizonyos alakzatonként, mondjuk, mondjuk négy képpont lehetett egy színű, esetleg két színű, vagy ilyen, vagy olyan, és a kettőnek a kombinációja. Tehát minden egyes gépre külön meg kellett pixelenként, képpontonként mindent rajzolni, és meg kellett ismerni minden egyes gépet, bele is szerettem mindegyikbe, tehát akkor, hogyha azt kellett volna nekem megmondanom, hogy a sok gép közül melyiket válaszom, hogyha szeretnék otthon számítógépet, akkor még nem tudtam volna eldönteni. Aztán az idő persze meghozta azokat a változásokat, hogy, hogy melyek gépek maradtak fönt, melyek lettek, most már csak ilyen múzeális titkaságok és néha eszünkbe jut, hogy jé, tényleg ilyen is volt, akkor az olyan, olyan mosolygos nosztalgiát vált ki, mert azóta ugye egyeduralkodó lett az a IBM, illetve a mekintos, a Windows féle, illetve az, az Apple féle platform, és az, ez terjedt el nagyon. Akkoriban még az IBM gépek is eléggé Kezdetlegesek voltak, tehát akkor még nem nagyon lehetett tudni, hogy majd a végső csatát az fogja nyerni. É, még talán az IBM akkor grafikai szemmel nézve é, még kevesebbet tudott, mint akár a Commodore 64. É, és amikor megcsináltuk ezeket a, a képeket, illetve megcsináltam ezeket a képeket, akkor mindenki meglepődött, magam is meglepődtem, hogy hogy, hogy mennyire jók lettek ezek a hátterek, mennyire élethűek, és mennyire földobták az egész játéknak a hangulatát, meg, a, meg az esztetikai értékét. De a legjobban viszont azon lepettünk meg, hogy a, a computeren Video Games nevű havi ö, újság, ami akkoriban a piacvezető volt, és a legismertebb és a leg, ö, nagyobb tekintélyű ilyen komputeres újság volt, aminek ami játékokkal, tehát komputeres játékokkal és videójátékokkal foglalkozott, annak volt egy nagyon rangos kritikai rovata, amelyik játékot jól szerepel, tehát viszonylag jó kritikákat kapott, annak a piaci sikere is garantált volt. És legnagyobb meglepetésünkre ezt a játékot egytől százig terjedő skálán, mindent külön-külön pontozva, az összpontszám az 95 lett, a háttérgrafika pedig 97 pontot kapott. Úgyhogy akkor mi azt hittük, hogy, hogy, most már határa csillagos ég, lehet, hogy egy év múlva már mi valahol vagy Londonba, vagy, vagy valahol Amerikába fogunk egy, egy stúdióba ülni, és, és ott fejleszteni tovább a játékokat. Ezen kívül dollárba fizettek, és elég jól, tehát tehát én akkor úgy gondoltam, hogy ez a váltás, ez, ez, ez sikerült, és ez hosszú távon fog működni. Aztán persze a dolog az túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen, mert a következő játék, ami ennek az alternatív World Gamesnek egy második része, egy folytatása volt, még elvetemültebb sportágakkal és még egzotikusabb helyszíneken, az már közel sem aratott ilyen népszerűséget, illetve sikert a piacon, és közben pedig elkezdte magát a cég is kinőni, és abból a fiatalos, laza társaságból, amelyik akkor dolgozott, saját maga idejét beosztva, amikor, amikor úgy gondolta, <kül> és ez lehetett akár úgy, hogy napi 48 órákat dolgoztunk, de aztán utána esetleg egy hétig felé se néztünk a dolognak, csak már, amikor a határidő nagyon-nagyon kezdett szorítani, akkor aztán megállás nélkül egyfolytában. De például otthon. Tehát én az összes gépből, összes fajta gépből, amire nekem a grafikákat meg kellett rajzolni, én mindegyikből vittem egyet haza. És én egyébként egy nagyon éjszakai bagoly vagyok, tehát világéletemben én éjszaka éltem, és akkor dolgoztam, akkor alkottam, akkor írtam, akkor festettem, bármit akkor csináltam. Tehát teljesen evidens volt, hogy én ezt is éjszaka csinálom, és amikor egy anyaggal elkészülök, akkor, akkor beviszem a srácoknak, megmutatom, megbeszéljük, aztán utána az instrukciókat figyelembe véve hazamegyek, és folytatom tovább otthon, amikor nekem éppen jól esik, és olyan tempóban, ahogy, ahogy én szeretném. Na ez megváltozott azzal, hogy jött egy új főnök, aki teljesen átalakította a céget magát, és egy más munkarendet vezetett be, be kellett járni a, a stúdióba, vagy az irodába dolgozni, tehát nem lehetett otthon dolgozni, egy más, és, és mit tudom én reggel 4 négyig legyél kreatív, ez volt a feladat. És azt én már nem nagyon tudtam vállalni, úgyhogy elég hamar el is váltak az útjaink, Azért évekig, évekig, tartott ez a történet, mert valamikor 80-as évek közepén, tehát mondjuk 85-86 körül kezdődött, és 90-ben, amikor az Omen zenekar alakult meg, a Heavy Metal Társaság, akik mindenképpen azt szerették volna, hogy én írjam a szövegeiket, kicsit jópofa dolog, de még szinte meg is zsaroltak, hogyha nem vállalom el, akkor ők meg se alakulnak inkább. És akkor elkezdtem érezni, hogy de hát nekem akkor is az az igazi, az a zene, és, és akkor visszajöttem, soha többé grafikát nem csináltam, még egy-két ilyen megbízásos, komputeres munkám egyébként volt. Már nem a Novotrade-del, de de az abból a társaságból, abból a közegből és abból a cégből kivált, és alakítottak új cégeket, és, és próbáltak különböző munkákat, és néha-néha ők bíztak meg egy-egy valamilyen kiadványforma tervezésével, vagy, vagy ilyesmivel, de, de igazából az már csak ilyen levezetés volt, és nekem körülbelül ennyi volt a Rédes, illetve computergrafikusi pályafutásom. Viszont az is nagyon érdekes volt, hogy miután ez a játék, ez az első Alternative World Games, ez ilyen kimagaslan jó kritikákat kapott, és, és különösen a grafikai része. Én rögtön kaptam egy meghívót, a, akkor éppen Bécsben volt, minden évben van egy, már nem is pontosan tudom, hogy, hogy mi is volt a neve, nem pontosan emlékszem, valamilyen Electronic Arts minden évben a világ minden tájáról ezzel a komputergrafikával a animációval foglalkozó kreatív művészeket, úgymond, meghívták egy ilyen pályázatra, hogy adjanak be munkákat. Ezek lehetnek kisfilmek, animációk, bármi, ami a kompjúteren a készülés grafikához köze van, tehát valamilyen vizuális művészet tulajdonképpen, és azóta is, talán az utolsó, most utolsó pár évet leszámítva, minden évben meghívnak, minden évben még mindig kapok tőlük meghívót, holott soha egyetlen egyszer, egyetlen egy pályázaton se indultam el, egyetlen egy helyszínre nem mentem el, egyetlen egy konferencián nem vettem részt, de valamitől még, még Közel húsz év múlva is minden évbe kaptam rendszeresen ezeket a meghívókat, és ilyen nagyon megtisztelő hangú, udvarias levélben kértek, hogy amennyiben. Úgy gondolom, akkor ők nagyon örülnének, hogyha én valamilyen pályázati munkát benyújtanék, vagy részt vennék a, a konferenciákon, akár előadóként, akár hogyha van valami olyan téma, amit megjelölnék, hogy én arról szívesen tartanék előadást, és az előzetesen kiküldöm, akkor akkor megnézik, hogy miről is van szó, és hogyha olyan, akkor akár előadóként is szívesen látnának. És ez nekem ilyen kívülről jött srácnak, aki, aki ezt az egészet nem tanulta, hanem úgy, úgy saját maga jött rá a dolgok csinyára, vinyára ez annyira érdekes, és annyira furcsa volt, és közben persze nagyon jó érzés, meg nagyon megtisztelő is, de, de mondom, akkor aki, aki ezt tanulta, aki ehhez tényleg ért, aki ebből él, és, 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 igazán jó és új dolgokat talál ki, az milyen megbecsülést kaphat szerte a világban, hogyha, hogyha én, én ezt kapom. És érdekes módon egyébként azóta is én a komputerekbe szerelmes vagyok, tehát nem létezik, hogy elteljen olyan nap, hogy én a számítógép elé ne üljek le, és nem csak Facebookozni vagy ilyesmire gondolok, hanem azért úgy, úgy, úgy szeretem nézegetni, hogy, hogy ha mondjuk most kellene nekem kompjútergrafikákat csinálnom, akkor azt hiszem végképp elvesznék, mert azóta annyit változott a, a technika is, a lehetőségek is, olyan félelmetes, zseniális arcok nőtték ki magukat a, a nyilván hasonlóan, mint mi ilyen súfni próbálkozásokból, hogy fantasztikus művészek és fantasztikus alkotások születnek ma már kompjúteren. Úgyhogy most egyszerűen már tudva, hogy milyen utat jártam meg, és látva, hogy hova fejlődött azóta ez a, ez a, ez a lehetőség, most már nem mernék belevágni, ha most kérne egy jó barátom, hogy gyere, csináld, mert érteni fogsz hozzá, most már nem mernék. Szóval. Most már tudom, hogy akkor, akkor én mennyire zöldfülüként, és mennyire öntelten, mennyire, mennyire semmit nem tudva az egészről, tudatlanul mertem belevágni. De hát erről az jut eszembe, hogy egyszer egy régi anekdót, hogy a Mozartot kérdezte az egyik tanítványa, hogy, hogy bizonyos fordításokban bizonyos harmóniákat lehet-e együtt alkalmazni. Mozart mondta, hogy nem, az szigorúan tilos. Ezt nem lehet. És akkor a tanítványnak fölcsillant a szeme, mint aki a mestert valamilyen turpisságon kapja, és azt mondja, hogy hoho, de hát mester. Hát pont az ön ennek és ennek a szimfóniának, ennek és ennek a tételének, ennek és ennek a, a, ebben és ebben a, a taktusában alkalmazza pont ezt, amire azt mondta, hogy ez szigorúan tilos. a Mozart összesen annyit mondott, az igaz, de én nem kérdeztem senkitől, hogy szabad-e. Tehát én is úgy voltam, hogy nem kérdeztem én semmit, mert akkor, akkor valószínű, hogy megriadtam volna, hogy mi mindent nem szabad csinálni, amit én csináltam, és végül jól sült el. De egyébként valószínű, hogy én egy hozzáértő embertől megkérdeztem volna, hogy az lehet-e, akkor vagy lebeszélt volna róla, vagy kiröhögött volna, vagy azt mondta volna, hogy nem, az szigorúan tilos. De hát én nem kérdeztem senkitől, úgyhogy ilyen teljesen amatőr módon én álltam hozzá a dologhoz, teljesen tudatlanul. Valószínűleg, hogyha egy kicsit többet tudok az egészről, akkor nem mertem volna elvállalni, így meg. Így meg egy csomó olyan sikerélményem volt, amit azóta se felejtek el, és nagyon szívesen őrzök magamban. És olyan embereket ismertem meg, akikkel egyébként a mai napig tartom a barátságot és a kapcsolatot, mert, mert fantasztikus, tehetséges és jó fej emberekkel voltam én akkor ott körülvéve, és egy olyan társaságba csöppentem, ahol, ahol mindig nagyon jól éreztem magam. Az újdonság volt leginkább az, ami, ami akkoriban mindenkit motivált, mert hiszen a programozók, tehát akik, akik a, a dolog lelkét csinálták, azok is akkor tanulták még csak, hiszen akkor még, még nem is tudom, hogy egyáltalán egyetemi szinten volt-e már, már informatikai képzés. Vagy pedig mindenki saját maga magánszorgalomból otthon amatőrként kezdte el. Esetleg valamilyen tanfolyamok már léteztek, lehettek, de emlékszem, hogy, hogy havi egy félórás órás tévéműsor volt még, ami egyáltalán a kompjúter világáról szólt. Hát azt rédesek csinálták például a, a, tévében, és mindenkit az vonzott, hogy, hogy valami, amit amit, amit ki lehet próbálni, ahol az ember a saját határait feszegetheti, saját képességei jöhet rá, azokat ismerheti meg. És aztán egymás sikerei, hogy, hogy, hogy inspirált, hogy amihez én hátteret rajzoltam, ahhoz a figurákat az animátor, az hogyan animálta meg. A programozók nyilván, amit ők. ők a, a, a matematikailag összeraktak az képileg, hogy jelenik meg, és, és amikor látták, hogy az nagyon szép, és, és én meg, mi meg grafikusok láttuk, hogy az, az, az úgy működik, ahogy azt mi elképzeltük, ahogy kell, mert a programozók ezt úgy csinálták meg, akkor egymásnak a munkájából is erőt merítettünk, és, és baromi jó hangulat volt, mert, mert tudtunk egymásnak a, 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 az összes dolgának örülni. És hogyha valakinek valami éppen rossz napja volt, vagy nem úgy sikerült, ahogy ő szerette volna, és neki úrat még egyszer, akkor persze biztattuk egymást. És és, és teljesen laza volt az egész, egész társaság, olyan, olyan teljesen kötetlenül ö, alkottunk, nem dolgoztunk, alkottunk, mi azt csináltuk, amit szerettünk, hobbiból szinte. És ö, fogalmunk nem volt, hogy ebből majd lesz -e pénz, vagy ha lesz, akkor mennyi lesz, nem azért csináltuk. Persze, aki ott státuszban volt a, a Novotrade-nél, az, az nyilván egy más kategória volt, de de hát én, mint külső ember, meg még többen is, mint külső emberek, abszolút nem pénzért csináltuk, és, és nem azért, mert ott valami fix jövedelemre számíthatunk, hanem a kihívás tetszett, és az érdekelt minket. Kétféle módon születtek akkor a megállapodások, vagy örökáron, tehát egy viszonylag jó összegért tőlünk minden jogot megvásároltak, vagy pedig volt olyan is, mint lehetőség, hogy az eladott példányszámok után kapjunk valamennyi jogdíjat. Az első alternatív World Games az, azt mi örökáron adtuk el, tehát ott az eladás után mi nem kaptunk részesedést, a következő játékokból, például a folytatásból, meg a srácok még ott csináltak, abban én nem vettem részt egy, egy kifejezetten klassz vízilabda játékot. Aztán mi még belekezdtünk egy kosárlabda játékba is, de ott nekem animálnom kellett volna, és ahhoz nem értettem, úgyhogy, úgyhogy abból én elég hamar kiszálltam már a projekt elején. Nem is tudom egyébként, hogy az megvalósult-e, és mi lett a további sorsa, mert, mert nagyjából akkor én el is jöttem, tehát én be is fejeztem a, a közreműködésem a kompjúter szakmában. Tehát nem tudom, hogy annak a játéknak mi lett a sorsa, de úgy tudom, hogy, hogy azokra a játékokra már, már ilyen jogdíjas, tehát példány számonként valami pici kis pénzre számot Tartható szerződést kötöttek, illetve megállapodást kötöttek. A... Hát akkor már nem a srácok, hanem ez már akkor, akkor abszolút cégszerűen ment. Tehát ilyen. Egy kicsit, kicsit akkor emiatt a munkafegyelem, meg a, meg a be kell járni, nem lehet otthon dolgozni, emiatt már a hangulat se volt akkor ott olyan, amit én úgy nagyon élveztem és nagyon szerettem volna. holnap beláttam, hogy egyébként a császár András, aki akkori főnök volt, és ezeket az átalakításokat végezte, Ő nagyon profi menedzselte a társaságot, és és nagyon jó pozícióból tudott tárgyalni, és nagyon hatásosan, hatékonyan tárgyalt is, tehát jó főnöke volt a, a cégnek. És azt hiszem, hogy eléggé ki is nőtte magát akkor, ezen a piacon a Novotrade és egy nemzetközileg is jegyzett cégé vált. Ahogy az elején dolgoztunk, én akkor éreztem ezt a fajta szabadságot, hogy, hogy kötetlen, laza, jókedvű, egyéb iránt viszont nem nagyon figyeltem arra, hogy a cég, mint cég, az mennyire kapitalista módon működik a még szocialista gépezetben. Ez különösebben engem akkor azért nem érdekelt, mert már mi a 70-es évek elején a zenekarokkal. Tulajdonképpen mind kis magánvállalkozás voltunk, tehát egy kis kapitalista vállalkozás voltunk, mindegyik zenekar. Természetesen a szocialista gazdasági rendszeren belül. Tehát mi azzal együtt, hogy mindenféle politikai figyelem oda irányult azért ezekre a zenekarokra, hiszen tömegeket tudtak megmozgatni. Ezzel együtt azért a mi közegünkben mi abszolút szabadságot élveztünk. Még útlevelet is lényegesen könnyebben kaptunk, mint, mint hogyha nem muzsikáltunk volna, mert a magyar zenészek azok valamitől egészen nemzetközi szinten jó produkciókat tudtak létrehozni, tehát a magyar zenészeket nagyon szívesen látták a világ minden táján, minden részén, és az interkoncerten keresztül szerveződtek ezek a utak, ezek a szerződések, ami természetesen azt jelentette, hogy, hogy a kint muzsikáló, vagy vendéglátóban, szállodákban, hajókon, tehát hosszabb távon kint muzsikáló zenészek, azok nagyon-nagyon komoly pénzeket fizettek be a magyar államnak. Azok a rockzenekarok, akik egy-egy fesztiválra kaptak meghívást, esetleg valamilyen klubturnéra, vagy mint ahogy például a Piramis egy egy európai turné a akkor éppen tapon lévő amerikai Steppenwolf nevű zenekarral, vagy az angol MAD zenekarral. Azok mind azon interkoncerten keresztül szerveződtek, de egyáltalán el tudtunk jutni nyugatra, és tudtunk muzsikálni, és, és tudtunk körülnézni egy kicsit a világban, és rájönni arra, hogy amit mi érzünk, és mit csinálunk, a zenében és ahogy mi gondolkodunk a világról, az nem nagyon sokban különbözik, mint ahogy, mint ahogy a nyugati fiatalok, illetve zenészek és zenekarok csinálják a dolgaikat és gondolkodnak a világról. Összesen a paraméterek mások, meg, a, meg az infrastruktúra, meg a lehetőségek, de de a szellem az, az pontosan ugyanaz. És arról nem beszélve, hogy amikor ezeket a játékokat sikerült piacra dobni, és értékesíteni, és mi megkaptuk érte a pénzünket, ami, ami nem is volt kevés, az akkori viszonyok között különösen nem, és ami úgy igazán érdekes volt, hogy mi ezt dollárba kaptuk. És akkor még, még a Konzumex létezett, ahol a kiváltságosok, a diplomaták, vagy akik kint dolgoztak és hozták haza a kinti valutában a fizetésüket, vagy például mi, akik dollárban kaptuk meg a jogdíjainkat. Mi ezt ott vásárolhattuk el, és ott hozzá lehetett jutni viszonylag olcsón olyasmihez, amihez sehol máshol nem. Tehát az egy komoly kiváltság volt, hogy te dollárban vagy bármilyen valutában kaptál bármilyen pénzt legálisan, hivatalosan, akkor te azt ott elvásárolhattad, és, és, egy, és egy kis nyugat volt. Olyan cigarettákhoz, olyan italokhoz, olyan háztartási gépekhez, olyan ruhaneműkhöz, lakásfelszerelési tárgyakhoz, bármihez, autóhoz, ha volt annyi pénzed, tudtál a konzumekszen keresztül jutni, mint bárhol máshol a világban, mint, mint bármelyik nyugati nagyvárosban. Tehát ez akkoriban egy komoly kiváltságnak számított, még a rendszerváltás előtt. Valami miatt egyáltalán a környező országokhoz képest, még a szocialista rendszere belül mi azért sokkal rugalmasabbak voltunk. Tehát a környező országoknál rugalmasabbak voltunk gazdasági téren és gondolkodásban is, tehát még a politikai szigor sem volt annyira kőkemény, mint a, mint a környező országokban, különösen már a 80-as években, aztán végképp nem. És Emiatt fölszabadultabbak, lazábbak voltak a, a magyar emberek, és azt hiszem, hogy a fiatalok jobban ki is tudták élni a kreativitásukat, tehát ezáltal kreatívabbakká is váltak, és, ez, és, és ahogy mi is a saját lehetőségeinket próbáltuk, a saját korlátainkat próbáltuk feszegetni, a saját lehetőségeinket próbáltuk fölismerni. És kihasználni amennyire csak lehetett, és menet közben tanultunk bele a dolgokba. Mi ezt valószínűleg egy kicsit korábban tudtuk elkezdeni, mint a környező országokban, és az a, az a néhány év előny egy olyan szakmában, és itt érdekes módon a zene is, meg, a, meg ez a komputeres világ is a játékfejlesztés és a programozás, hogy egyáltalán, az ebből a szempontból hasonló, hogy valami új dolgot létrehozni, ami addig még nem volt, ő, aki azt elkezdi, és, és, bele tud tanulni, és jól tudja csinálni, annál az a néhány év előny, ami, amivel ő korábban tudta kezdeni, az ő iszonyatosan sokat tudott jelenteni, azért, mert ő ugyan nem nagyon volt még minta amit levehetett volna és alkalmazhatott volna egy az egyben, vagy egy pici módosítással a, a saját viszonyai között, hanem saját magának kellett kitalálnia, és előbb-utóbb ezt fejlesztette is, amennyire csak tudta. Valószínűleg ez érdekesebb volt, mint, mint azoknál, akik, akik esetleg néhány évvel később kezdték csak lehet, hogy utána túlszárnyaltak minket, mert, mert ő már nem kellett az alapoktól kezdeni az építkezést, hanem ő nekik már esetleg voltak átvehető mintáik, akár tőlünk is, de akkoriban már, már kezdett úgy elterjedni a számítógép, hogy már az oktatásban, tehát már, már elkezdett kultúrája lenni, és oktatni is kezdték a programozást is, meg, meg a különböző programok használatát, felhasználóknak. Akkor már léteztek ezek a háromdimenziós tervező programok, tehát már mérnökök is tanulták, és, és kezdték használni ezeket. Tehát tehát akkor már könnyebb volt, mert, mert akkor már, már lehetett úgynevezett hozott anyagból dolgozni. De eleinte az biztos, hogy az, az, az nagyon nagy előny volt a mi részünk, a mi számunkra, hogy hogy néhány évvel előtt kezdhettük azért, mert egyszerűen rugalmasabb országban éltünk, ahol jobban hozzá lehetett jutni egyáltalán technikákhoz, technológiákhoz, újdonságokhoz nyugatról, mint a környező országokban, és ez, ez jelentett komoly előnyt. Ha nem is mindenki kezdett programozni, de számítógépet használni szinte mindenki utótűzszerűen terjedt el. Tehát ez egy olyan forradalmi újdonság volt a személyi számítógép, és percről percre jobb és jobb gépek születtek, és megoldások és elképzelések, és amik meg is valósultak. Hogy, és, és emiatt aztán olcsóbb is lett a számítógép elég gyorsan, ahogy, ahogy tömegtermelésben megjelentek a piacon és nálunk hozzá lehetett jutni. Igaz, hogy a legújabbakhoz nem, mert ezek általában a számítógépes fejlesztések, alkatrészek, installációk, ezek azért kokomlistások voltak. Nem tudom, arról volt-e már szó, hogy mi volt az a kokomlista, hogy a fejlett technológiákat, a fejlett ipari megoldásokat, azokat a nyugatiak nem szívesen adták el a szocialista blogba, és a kokomlista tartalmazta azokat a dolgokat, amiket nem lehetett értékesíteni szocialista régiókban. Úgyhogy ilyen kokomlistás dolgokhoz hozzájutni valami nehéz volt, de, de Magyarországon ez is viszonylag könnyebben ment, mint a környező országokban, és ez is valamiféle előnyt tudott biztosítani. Hát amikor először ültem le a számítógéphez, hogy Na akkor hogy néz ez ki, hogy, hogy kell számítógéves ratikákat csinálni? Barami furcsa volt, hogy, hogy ugye eddig ahhoz szoktam, hogy olyan szint keverek ki az ecsettel, elét a palettán, és az ecsettel viszem föl a vászorra, vagy a papírra, vagy, vagy, hogyha ceruzával rajzolok, akkor bármilyen színű ceruzát elővehetek, és ezzel én szabadon garázdálkodhatok. Ehhez képest a komputereknél pedig nagyon-nagyon korlátozott volt, hogy, hogy Hány szint használhatok, azokat mennyire szabadon használhatom. Ugyanis kétfajta módon lehetett akkor, illetve hát gondolom azóta is így van, de most már nagyon kiestem belőle, de akkoriban kétfajta módon lehetett a képernyőt színekkel, illetve ábrákkal, tehát magyar grafikával betölteni. Vagy úgy, hogy minden egyes pontot külön megrajzoltál, vagy megfestettél, megszíneztél magyarul, és abból állt össze a kép, mint egy mozaikot készítettél volna, csak hát olyan pici pontok voltak, hogy itt te nem láttad azokat pontoknak, de abból állt össze a kép, mint egy mozaik, vagy pedig ha spórolni akartál, mert akkor, az, az, akkor még, még a tárhely is nagyon kevés volt, a memória is nagyon kevés volt, tehát a számítógépek teljesítmény az a maihoz viszonyítva nulla volt szinte, és mindennel spórolni kellett, hogy, hogy meg tud a feladatot. Ezért nagyon-nagyon sok grafikát úgy kellett csinálni, hogy, hogy különböző paneleket létrehozni, és azokat variálni. Tehát, hogy a, a számítógép kapacitását ne az foglalja le, hogy minden egyes képpontnak a paramétereit neki meg kell valahol őrizni, és minden egyes képváltásnál ugyanezt kell tenni át. Nagyon-nagyon sok adatot kellett volna itt tárolni. Lényegesen kevesebb, hogyha létrehozol egy, egy, mit tudom én, egy 8 vagy 16, vagy akárhány pixeles panelt, és akkor csak azt a 8 vagy 16 képpontnak az adatait kellett tárolni, mert utána már csak azt kellett mondani, hogy, hogy ezen, ezen, meg ezen, meg ezen a helyen ugyanaz a, a panel van. Tehát ezzel tudtunk spórolni. Tehát az egyiket úgy hívtuk, hogy pixel grafika, a másikra már nem is emlékszem, hogy azt hogy hívtuk, hogy modulokból épül, épül a kép. Na minden esetre erre nekem rá kellett jönnöm, és ezt meg kellett tanulnom. És egyrészt Komoly korlát volt a, a kézi rajzoláshoz, festéshez képest, másrészt viszont valamire inspirált. Ugyanúgy, ahogy egyébként nagyon érdekes, sok a párhuzama a dalszövegírással, illetve a zenével, hogy amikor én költő akartam lenni, akkor akkor én nagyon fegyelmezetlen voltam, és emiatt én nagyon rossz verseket írtam. De amikor a zenétre kezdtem el írni a dalszövegeket, akkor azok a korlátok, amiket nekem a zene, adott, azok segítettek, azok nagyon fontosak voltak azért, mert rákényszerítettek egyfajta fegyelemre. Rákényszerítettek arra, hogy, hogy ne séróból akarjak mindent megoldani, hanem azt át kell gondolnom, hogy hogy tudok a minden paraméternek megfelelni. Pontosan ugyanezt éreztem én a számítógépes grafikánál is, hogy hogy van egy képzeletem, ami ugye határtalan, de csapongana össze-vissza, hogyha nem szorítaná korlátok közé bizonyos paraméterek miatt, és pontosan ugyanezt a, a célt szolgálta, illetve szerepet töltötte be az is, hogy bizony a, a, a kompjúter lehetőségei azok adottak voltak, és azok bizony korlátokat állítottak, és meg kellett gondolnom, hogy amit én elképzeltem, azt az pontosan hogyan tudom a leghatékonyabban és mégis esetleg a leglátványosabban vagy a legkiegyensúlyozatabban megoldani. Tehát a kezdeti furcsaságot és, és idegenkedést az hamar fölváltotta az, hogy, hogy ismerkedtem valamivel és, és valamilyen paramétereknek meg kellett felelnem, hogy, hogy alkotni tudjak, és, és ilyen teher alatt nő a pálma alapon nekem ez, ez, ez nagyon jót tett mind a két területen. Többféle módon készültek a grafikák a, a, a Volt, aki előre megtervezte papíron, aztán ezt áttette ilyen négyzetrásos milliméter papírra, és azokat vitte át aztán a számítógépre. Volt, aki nem így csinálta, én például nem így csináltam, én rögtön nekiestem a, 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 képernyőnek, és, és én azt élveztem, hogy, hogy a szemem előtt alakul az, aminek alakulnia kell. Tehát nem több fázis, nem, nem, nem papíron rajzolok először, és azt elképzelem, hogy majd hogy fog kinézni a, a számítógépen, illetve a képernyőn, hanem én rögtön a képernyőn akartam csinálni, és ott akartam látni, hogy hogy alakul, és hogy áll össze a kép, és hogyan lesz az első pontból a kép milyen folyamaton keresztül. Én ezt nagyon élveztem, tehát én soha előre nem terveztem meg papíron, hogy mit fogok majd én a, a képernyőn rajzolni. Azokkal a cégekkel, akikkel mi szerződésben voltunk, tehát megállapodtunk, akik fejlesztő és forgalmazó cég volt, cégek voltak. Persze itt a forgalmazás volt a számunkra érdekesebb. Ők, amikor kértük, sőt, talán kérni se kellett, de, de amikor kértük, akkor mindig megkaptuk a legújabb játékaikat, amiket éppen ők forgalmaztak vagy fejlesztettek, hogy lássunk valami mintát azért, hogy hogy, hogy néz ki. És Abba mindannyian bele is szerettünk, mint műfaj, hogy akkor, akkor, akkor számítógépes játék, és óriási csatákat vívtunk, tehát mi játszottunk is, és a játék közben jöttünk rá dolgokra, tehát mi játszva dolgoztunk, játszva tanultunk, és játszva dolgoztunk, és utána egy kicsit már dolgozva is játszottunk, mert amikor már bármilyen ilyen számítógépes játékkal elkezdtünk játszani, akkor már kicsit szakmai szemmel figyeltük, hogy ők hogy oldják meg, amit mi megoldottunk valahogy, mások hogy oldják meg, vagy, vagy jobban, vagy rosszabbul, milyen ötleteket tudnak belevinni. Tehát már amikor játszottunk is, dolgoztunk egy kicsit. Tehát oda-vissza erősítette egymást ez a két folyamat. Én fantasztikusan éreztem magam ebben, mert, mert, mert ez egy nagyszerű világ volt akkor. És hát azt sem felejtem el soha, hogy, hogy még abból a szempontból is egy nagyon klassz összetartó társaság volt, hogy minden évben együtt nyaralt a társaság, illetve legalábbis a nagy része. Én összesen kétszer vettem részt ilyen közös nyaraláson, egyszer a Balatonon, másodszor már nem is emlékszem, hogy hol, mert azért jó rég volt, de akkor tényleg úgy volt, hogy, hogy Éjszaka óriásokat bulisztunk, nappal jókat csavarogtunk, strandoltunk, de közben dolgoztunk is, mert, mert még nem voltunk kész a munkánkkal, és a határidő már szorított, de hát közben meg le volt már kötve a, a nyaralás, és, és bizony ott is még, még kellett a, a dolgokat gyűrni. Úgyhogy a éjszakai mesztelen fürdőzések mellett a nappali, Balatonparti programozás, az, az még, ugyanúgy benne volt a programban, mint, mint bármi más, de, de, nagyon klassz idők voltak. Aztán családostól is sokszor néhányan úgy összeállva elmentünk nyaralni gyerekekkel, barátokkal, barátnőkkel. Nagyon klassz volt. Nagyon szívesen emlékszem ezekre a történetekre. Olyan idő volt, ami, ami, amire úgy tekintek vissza, hogy egy, mint egy jó kirándulás. Mert előtte is, utána is az én életem egészen más mederben zajlott, és más közegben léteztem. És ezt a néhány évet, ezt, ezt egy nagy kalannak fogom fölügyútólag, mint egy, mint, egy, mint egy gyönyörű utazás, ami, ami egy csomó újdonságot megmutatott, és egy csomó fantasztikus szépséget adott, és, és, és élményeket és sikereket. Amikor megkaptuk aztán a pénzünket, ugye ö, 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 nagy kiváltság volt, hogy a Consumexből vásárolhattunk, de én engem nem érdekelt például a, 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 az autós világ soha. Az autók nem érdekeltek, még kamaszkoromban sem. Úgyhogy én nem vásároltam ilyesmiket, tehát nem, nem akartam autót, motort venni, nem akartam úgy összerakosgatni a pénzt, hogy majd akkor én veszek autót belőle dollárért nyugati autót vagy motort. Bár a motorozás mondjuk az lelkileg vonz, de igazából a dolognak a, a gyakorlati része nem. Tehát én inkább arra fordítottam, hogy lemezeket vásároltam, különböző zenével kapcsolatos elektronikákat vásároltam, hífi toronytól kezdve, a hordozható CD játszó akkor az még annyira újdonság volt, hogy, hogy lehet, hogy én az első tízbe voltam az országban, országban, akinek hordozható CD játszója volt. Valamit arról nem beszélve, hogy a lakásomat tulajdonképpen abból szereltem föl, tehát a hűtőgéptől kezdve a mosógépen keresztül mindent a dollár dollárért vásároltam. Úgyhogy ha akartam volna, sem maradt volna annyi pénzem, hogy én vegyek egy nyugati autót, de nem is akartam. Viszont mondom, a lakást ebből szereltem föl, és nagyon-nagyon sok ő, olyan műszaki cuccat vásároltam, amik a zenével, meg az otthoni ilyen szórakoztató elektronikával kapcsolatosak. Sokszor gondolkodom azóta egy utólag visszatekintve, hogy, hogy ő, kellette nekem más hogy gondolkodnom, vagy más, hogy léteznem, vagy más életformát fölvennem azzal, hogy, hogy egy egész más dolgot csinálok. És mindig arra jövök rá, hogy nem. Pontosan ugyanaz volt a, a lényeg, hogy, hogy kreatív munkát csináltam saját időmet saját magamnak osztottam be. Tulajdonképpen én azt éreztem, hogy, hogy nincs főnököm, mert konkrétan gyakorlatilag nem volt akkor nekem főnököm egyik területen sem, hanem közösen csináltunk valamit egy csapattal, hogy most ez zenekar vagy pedig egy játékfejlesztői csapat, az nem olyan nagy különbség. Egy lényeges különbség volt a kettő között az utazásokat, hát a, a, a zenekarral, a turnék, a rettenetes őrület az, az összes turnén, pláne az ilyen ottalvásos, hosszú turnén, tehát nem odautazunk, hazautazunk buli után, hanem amikor körbejárjuk a Balatont, vagy az ország nagyvárosait, akkor a, 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 a rettenetes nagy élet csajozástól kezdve minden, ami belefér, siker, népszerűség, persze, hát ez, ez, a külső visszajelzések azok, azok egészen mások voltak, mert mert azok közvetlenek voltak a, a zenében. A játékfejlesztésben é, nem volt ennyire közvetlen, és, és személyre szabott a, a visszajelzés, tehát akkor, amikor megjelent a játék és jó kritikákat kapott, akkor nagyon örültünk, de azt csak az újságból olvastuk, a személyesen emberekkel nem nagyon tudtuk megosztani. É, amikor a pénzeket megkaptuk, akkor rettenetes boldogok voltunk, mert akkor hirtelen a nyakunkba szakadt egy olyan komoly összeg, ami egyéb iránt álmainkba se fordult volna elő. De úgy alapvető életmódváltás, életmódküve, életforma beli különbség nem volt a kettő között. Miközben ilyen teljesen lazán és szabadon dolgoztunk, általában aki csak tehette leginkább otthon, ezzel együtt minden nap mi bejártunk, vagy majdnem minden nap, de egy héten legalább háromszor adott időpontokban mi, és többnyire délután mi bejártunk a, a novotrade -be, mindig vittük be az elkészült munkákat, megbeszéltük, hogy hogyan tovább, a folytatást, és akkor mindig ilyen stábértekezletszerűen ötleteltünk, és, és úgy nagyjából Mindenki elmondhatta az elképzeléseit, az ötleteit, azt nagyjából mindegyiket közösen beszéltük meg. Természetesen a dolog producere, ma úgy mondták, hogy, hogy producere. Tehát a tímnek a vezetője, aki, aki úgy, úgy összefogta az egészet, az ö, ö, elsősorban Répbiro Tamás volt, aki a kreatív részét a, szakma, a műszaki, tehát az informatikai, a programozói részét pedig a Neymang Gabi volt, aki, aki leginkább összefogta. De hát ez nem azt jelentette, hogy ilyen főnök beosztott viszony volt, de hát valakinek nyilván egy projektet össze kell fogni és irányítania kell. Különösen, hogyha ilyen programozókról, vagy, vagy, vagy ilyen elvetemült művész van szó, akik nagyon szét tudnak ám széledni adott esetben, és nagyon nehéz kordába tartani őket, oda, oda bizony kell valaki az egészet koordinálja és kézben tudja tartani. És sokan jöttünk akkor kívülről, tehát annyira új volt még ez az egész dolog, hogy, hogy sokat akik, akik más területeken voltak kreatívak, azok is belekóstoltak, és ők nem voltak ugyan státuszban, de, de úgy, úgy külső emberként megpróbálkoztak dolgokkal, aztán akinek ment, az, az ott is ragadt, ugyan külsősként. Volt, aki aztán később státuszba is került. Többen is voltak ilyenek. Zenész szakmából a, a Kislacira emlékszem, aki az Európa kiadónak volt a volt a Ausztráliában él most már jó régóta. Ő volt az, aki, aki a programnak a, a zenei részét kézben tartotta, illetve csinálta nagyon klasszul és nagyon kreatív módon, mert itt is találkozik ugye a két szakma, hogy itt a, itt a játékprogramoknál is azért komoly zenék szóltak, mert ugye hát volt hangja is a számítógépnek, és azt is ki kellett használni, és az milyen jó, hogyha ugye a játék közben még plusz élmény, hogyha jó kis zenék is szólnak. És a zenészeknek az is kihívás tudott lenni, hogy, hogy hogyan lehet tulajdonképpen elektronikus zenét alkotni egy számítógép segítségével. Ez egy nagyon komoly iskola volt későbbi stúdiótechnikákhoz. Úgyhogy Zenészek közül is sokan kacérkodtak ezzel a műfajjal, meg is, meg is próbáltak dolgokat. Érdekes, nem a nevesebb zenészekből lettek azok, akik ilyen számítógépes zene guruvá nőttek ki magukat. Ehhez egész biztos, hogy más tehetséggel, mint mondjuk a hangszeres játékhoz vagy a hangszeres komponáláshoz. De egy nagyon érdekes kísérletet szerintem mindenki aki a közelébe került legalábbis a számítógépnek, zenész, az, 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 megpróbálkozott. Én is próbáltam otthon nem alkotni, de egyáltalán ezeket a zenei programokat kipróbálni, hogyha én esetleg zenét akarnék szerezni komputeren, akkor az hogy működne? Még é emlékszem, amikor először találkoztam olyannal, hogy kotta íróprogram program számítógépen, akkor annyira megörültem, mert amikor én zenéltem, szöveget írtam leginkább, de időnként írtam zenéket is, és azokat lekottázni az nekem mindig valami olyan érdatlan nagy kihívás volt, annyira komoly feladat volt, holott tanultam, tehát azt ahhoz, ahhoz is értettem valamennyire, de, de az nekem mindig olyan nyűv volt, olyan, olyan, teher volt ez. És akkor, hogy azt a számítógép tudja, hogy én bepötyögöm a dallamot a billentyűzeten, és, és abba a kinyomtatja a kottát. Mondom, a következő lépés az lesz, hogy meg is hangszereli. Hát most már azóta meg is hangszereli, igen, hát akkor még nem tudta. De, de az, hogy egyáltalán Kotta író program, és azt ki lehetett nyomtatni, és gyönyörű szép volt, mint hogyha nyomdából jölt volna elő frissen a, a kotta. Az, 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 nagyon tetszett. Szóval eleinte a számítógépben minden tetszett, mert, mert, mert minden olyan új volt, és, és, mindenre rá lehetett csodálkozni, mert, mert mindig volt valami, amit, amit először láttál el nem tudtam képzelni, mondom, hogy, hogy kotta író program majd egyszer csak lehetséges számítógépen, is lett. És mennyi minden lett még, ami, amit korábban el se tudtunk képzelni, hogy, hogy lehetséges a számítógépen. Tehát ez nagyon-nagyon klassz világ, ezt szeretem.